Hello mindenki! Ahogy látjátok, a hajam az megint kérdéses, megkérdőjelezhető állapotban van, és ott tartunk, hogy van is színe, nincs is színe, úgyhogy arra gondoltam, hogy ma megint hajat fogunk festeni, színezni inkább mondjuk ezt, ez egy kicsit közelebb áll a valósághoz. És mivel nem sokára jön a következő kicsit nagyobb váltás, viszont még megmaradt egy pasztel barack árnyalatom, így arra gondoltam, hogy miért nem. A pasztel pinket se teljesen használtam fel, mármint hogy nem csak azt használtam, hanem be volt keverve, viszont nem nagyon látom, hogy ezt mikor tudnám máshol felhasználni. Úgyhogy most meg fogjuk csinálni a hajamat vele. Gyorsan megmosom először, mert a Shades IQ-hoz először hajat kell mosni. Úgyhogy gyorsan hajat mosok, utána mutatom az applikációt. Az első változtatás, amit eszközöltem, az nem más, mint hogy nem tettem balzsamot a hajamra, amitől csodálatosan néz ki. Szóval, mondom, hogy mi a helyzet. Head & Shoulders-en mostam meg a hajam, amit havonta egyszer szoktam csinálni, ugyanis tekintve, hogy elég szőke volt a hajam viszonylag sok ideig, így egy csomó olyan terméket használtam rá, ami ugye bármilyen fehérjét tartalmaz, nagyon hidratáló, nagyon tápláló, szerkezet újjáépítő, nem tudom én micsoda. Csak azzal nem számoltam, hogy ezt túl lehet adagolni, és valószínű, hogy picit túltoltam. Úgyhogy elkezdtem a negatív oldalát is ennek megtapasztalni, úgyhogy most el kellett kezdenem olyan cuccokat is kenni, és hajat mosni, és nem tudom én mi, amiben semmi fehérje nincsen, és most már ott tartok, hogy csak havonta egyszer használok ilyen sampont, a többi időben pedig különbözőeket szépen felváltogatva, és a hajam egyébként jól érzi magát, bár most, hogyha ránéztek, akkor nem biztos, hogy ez látszik. Szükségem lenne egy jó kis balzsamra, de mindegy, mert most a Shades IQ az meg fogja tolni, és az nagyon király lesz. Csak ne pánikoljatok a hajamon, jó? Jól érzi magát? Néz ki, de jól érzi magát. Okay. Tekintve, hogy csak egy szint fogok használni, így cumiba fogom kitölteni. Új Shades IQ előhívó. Nagyon-nagyon örülünk neki. És pár csipeszke. Wow, borítok. És természetesen kesztyű, mert úgy fog, mintha muszáj lenne. Ja, ami miatt egyébként nem tettem balzsamot, az egész egyszerűen annyi, hogy kétszer volt ugye rózsaszínre színezve a hajam, amit láttatok, hogy most már kezd megtapadni, viszont az első alkalom az olyan volt, hogy hajat mostam következőleg, rendesen samponnal, és szinte minden, totál kijött. Második alkalommal kicsit tovább bírta, ez most már Berlin óta benne van, ami hát szerintem 2-3 hét lassan, úgyhogy az 3 mosás, de mivel türelmetlen vagyok és csinálnám már a következőt, így szeretném minél gyorsabban ezt a kis barackot elhasználni. Telefonnal veszem egyébként fel, és fogalmam sincs, hogy mit láttok, vagy mit nem láttok. Most pont látom magam, és a 3 kamerából gőzöm sincs, hogy melyikbe kellene nézzem, hogy pont a szemetekbe nézzek, de mindegy. És igen, 60 egészet beleöntöttem. Úgy se használnám fel igazából, úgyhogy igen. Tövem az megvan, az maradni is fog, a továbbiakban is. Lehet, hogy jobb lenne egyébként, hogyha ezt nem nektek akarnám mutatni, hanem én nézném, nem? Az utolsó 10 millit azt kimérem rendesen. És mindjárt kiderül, hogy 20 ez a 10. Mire nem képes a vízszint? Shake. Csodálatos mini tangle teaser. Imádom. Viszont amíg nincsen shades a hajamba, addig nem fogom fésülgetni, mert nem akarom meghúzgálni. Tényleg vigyázzok rá. Nézd meg, elkezdett kijönni, hát besz... Hova futsz kifele? Ne pánikolj már. Yeah.
kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz egyébként. A swatchon jól nézett ki, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a meleget tónus hogy fog elmenni. Izgi. Lehet, hogy nem a pultot kellene tenni. Elrontottam a stúdióba az asztalomat. Totál befogtam, s égzik jóval, úgyhogy kell majd egy új. Mert egy, nem most, nyilván nem veszek új asztalt. De le kell festeni, vagy valami. Ah, de csúszik a mancsom. Szerencsére így, hogy cumival csinálom, azért annyira nem kell pontosan. Meg így, hogy csak egy színem van. Azt mondtam, hogy miért nem tettem balzsamot? Elvileg azt írja a Shades is, meg minden Ancsi fodrász, akit néztem eddig. Azt mondja, hogy a balzsam jót tesz, mert kiegyenlíti a hajnak a felső rétegét, a haj szerkezetnek a felső rétegét, és egyenletesebben fog felmenni a tóner színező. Viszont magyarok azt mondták, hogy bezárja a haj szerkezetet, úgyhogy nem fog úgy beszívódni. Úgyhogy most ezt teszteljük, mert kíváncsi vagyok. Hát erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Tekintve, hogy nem fehér az alapunk. Alapból volt benne egy ilyen kis rózsgoldos beütés még. Aztán barackból narancssárga lesz. Na, nem hinném, hogy maradt bárhol olyan pont, amit ne fogtam volna be. Teszek nektek linket egyébként, mert találtam egy új helyet, ahonnan rendelem. A hatalmas lezárások alatt semmi készletük nem volt konkrétan, viszont amióta így kinyitogattak a minden. Azóta szinte minden kapható náluk, úgyhogy mostanában én is onnan rendelek, és héten belül itt van, de volt már olyan, amikor jól sikerült megrendelni, hogy másnap itt volt a csomag. Én most lelépek, és fél óra múlva jövök vissza, 20 perc a ható ideje, és alul bőven sokkal-sokkal többet lesz, mint 20 perc, viszont szeretném, hogyha erről is csodálatosan szaturált lenne, úgyhogy 30 perc múlva találkozunk. Eljött az ideje, hogy lemossuk, úgyhogy miután lemostam, jövök. A legnagyobb törölközőt sikerült megtalálni. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi fog belőle látszódni, meg hogy fog kinézni majd szárazon. Viszont, hogyha szeretnétek ezekről egy kis véleményt, akkor szóljatok. Nagyon-nagyon szívesen. És most gyorsan mondom, hogy mit rendeltem. Van egy olyanunk, hogy Electric Rain hidratáló krém. Ezzel kezdek. Ezután, ha megtalálom, akkor jön egy olyan, hogy Glitterati
Styling Serum. És csak, hogy biztosra menjünk, mert nem tettem ugye semmi balzsamot a hajamra. Ez a She Moisture-nek egy szilikonmentes cukorgyökér, ezt így hívják, cukorrépa, és valamilyen mag kivonat, hidratáló, bennehagyós. Mi ez? Hoha! Este van balzsam, bennehagyós balzsam, maradjunk ennyibe. Szörnyű egyébként a fújója, ilyen csíkba fúj. De maga a cucc nagyon jó. Utolsó lépésben pedig Force Field hővédő. És akkor most, hogy minden cucctól tocsog a hajam, jöhet még egy gyors törlés. Ilyenkor úgy szoktam, általában, hogy fejjel lefele van a fejem, sokkal egyszerűbb, de nem dörzsölöm, hanem csak összeszorítom, amitől kijön a felesleges anyag a hajból, ami akart, az meg már úgy is beszívódott. Most gyorsan, normálisan is megcsinálom. És akkor a szárítás előtti utolsó lépés, az egy nagyon-nagyon kicsi Viper Smoothing Oil. Egy pumpa, és csak úgy nagyjából nem is láttuk belőle semmit. És most, hogy minden megvan, jöhet egy világos szájtás. Ha valaki erről szeretne egy kis bemutatót, az is szóljon. Instán páran írtek, de hogyha itt többen jelzitek, akkor csinálok róla külön videót. Na, nagyjából meg van szárítva egy ilyen 90%-ra. Nem stylingoltam rajta konkrétan semmit. Csak durván megszárítottam. Itt még egy kicsit nedves. És akkor azt hiszem, hogy ez a végeredmény. Ilyenre számítottam? Nem hinném. Meg kell szokni? Biztosan igen. Van vele problémám? Nem. Ezt kaptuk, holnap valami nagyon király sminket feldobok hozzá, és szerintem tud jó lenni. Lehet erre még rászerítjük egy kicsit. És akkor utolsó lépésként jött még egy kis olaj, mert az még senkinek nem ártok. Elkészült az új hajam, nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok róla. Valamit csinálunk vele, hogy igazán jó legyen. Úgyhogy igen, még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, linket megtaláljátok a leírásban. Nekem most este van, úgyhogy én megyek lefeküdni. Jó reggeltek!